Az Asus jó volt távol eljutott hozzám a legújabb zembukjuk, és bár tetszik a gép, nekem sokkal jobban tetszene, hogyha lenne rajta egy második kijelző. Ez mondjuk igen könnyen orvosolható, hiszen csak le kell tétni a billentyűzetet, és voilà, meg is vagyunk! A Zenbook Duo a cégnek nagyjából 6 évvel ezelőtti koncepcióját a Project Prikogot valósította meg. Egy elég vad koncepció megjegyzem, de ők tudták, hogy szépen fokozatosan kell bevezetniük egy második kijelzőt. Először jött a kijelző a touchpadben, majd egy második kijelző a billentyű felett, egy hajlítható kijelző, és most a Duo. Ahogy azt a videó elején is láthattátok, felhelyezve a billentyűzetet, egy teljesen átlagos, talán mai szemmel cseppet vastag laptopnak néz majd ki a gép, de eltávolítva ezt egy második, a felső kijelzővel megegyező panelt kapunk. Mind a ketten 14 os 3K felbontású 120 hz OLED panelek, szóval igazi ázuzos stílusban nem spóroltak semmit a kijelzőkön. Az ablakok kezelése pedig igencsak könnyű lesz a beépített kiegészítő szoftverrel. Itt van alkalmazás hajítás, teljes kijelzős felhasználás, és természetesen elő tudjuk hívni a virtuális billentyűzetet is. Ez lehet teljes képernyős, csak a billentyűzet, vagy Zenbook Duo stílusú oldalsó trackpedes. Használható lesz egyszerű laptop, két kijelzős laptop és felemelkedett két kijelzős csoda módban is, amire egy beépített támaszunk is lesz a gépnek az alján, szóval nem kell magunkkal hurcolni valamilyen kiegészítőt, hogy a laptop talpra álljon. Ó, oh, és természetesen használhatjuk desktop módban is, ahol kapunk kettő függőleges kijelzőt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, szerintem ez ritka hasznos egy bizonyos felhasználói körben. A különböző felhasználási formái szerintem kifejezetten kényelmesek, és nekem a kedvencem ez az egymás fölé dupla monitor kialakítás, ez valami baromi hasznos szerintem, mivel ez valami, amit talán egy hordozható USB-c-s monitorral és egy kis álványjal tudtál ezelőtt megoldani, ami nem éppen a legkompaktabb dolog. Ahhoz képest meg most itt kapsz egy normál és egy szemmagasságú képernyőt, egy darab laptopba építve, aminek a billentyűzetét oda rakhatod, ahol neked kényelmes finoman szóval is szokatlan, de a szó legjobb értelmében. A mellé kapott billentyűzet egyébként vezeték nélkül csatlakozik a géphez, és a legjobb tulajdonsága nem az, hogy van rajta háttérvilágítás, ugyanakkor annak is baromira örülök, hanem az, hogy tölt, hogyha rárakjuk a gépre. Egy sornyi csatlakozóval megoldották, hogy ez a billentyűzet bár tölthető kábellel, igazából soha nem kell majd, hogyha rendszeresen rárakjátok a gépre. Köszönöm szépen! Ó, és egyébként valami meglepően vékony és könnyű a gép, főleg ahhoz képest, hogy kettő teljes képernyője van. Nem egészen értem, hogy ez hogyan sikerült összehozniuk, de inkább nem is akarom tudni. Akkor elveszíteni a varázsát a dolog. A gép természetesen az Intelnek a legújabb Core Ultra 7 és Ultra 9-es processzoraival lesz majd szerelve, és emellett egyébként 10 órányi üzemidőt ígérnek, ami egy két kijelzős laptopnál meg aztán főleg félelmetes, szóval ez valami, aminek mindenképpen igencsak komolyan utána fogok járni majd a review videójában ennek a gépnek, mert nézzük, hogy egy és két kijelzővel mégis miféle üzemidőre lehet tőle számítani, mindenképpen egy érdekes téma, hogy engem kérdeztek, szóval, hogy har nem akartok lemaradni, iratkozzatok föl, további információt a gépre egyébként a leírásban található linken keresztül tudtok majd meg az ázos weboldalára, és további szép napot kívánok mindenkinek, lehetek jók és sziasztok!